Aki elfogadja, kérem érezze. Aki nem fogadta el, és aki tartózkodott, egyhangulag elfogadtuk. Bonyhádon tartotta idei első ülését a Völcségi Önkormányzatok Társulása. A februári tanácskozáson, mint minden önkormányzatnál, a költségvetés is napirendre került, melyet egyhangulag el is fogadott a VÖT, ismertette Filóné Ferenc Ibolya elnök. 417 millió forintból gazdálkodik idén a társulás. Jellemzően ugye a tagok három csoportban a gondozási központhoz tartozó feladatok ellátásával, de különböző önként vállalt feladatokra is társultunk a településekkel, különböző mértékben, és mindenki olyan szinten csatlakozott és hozott döntést az adott feladat ellátásában, amit saját önként vállalt módon szerepet vállal benne, és ezt is fizeti. A jól kialakult rendszernek köszönhetően egyhangulag fogadta el a 2023-as év költségvetését mind a 25 település. A társulási tanács döntése értelmében a covidos időszak után idén újra kiírják a közműveledési pályázatot, amelyre bármely bejegyzett civil szervezet pályázhatott adott település polgármesterének támogatói okiratával együtt. Ez egy 3 millió forintos keret, amit tudunk erre a célra hasznosítani, felhasználni, és egységesen nagyságrendileg 100 000 forintot jelenthet egy-egy civil szervezet életében a támogatás mértéke. A tervek szerint a soron következő áprilisi Völcségi Önkormányzatok Társulásának ülésén döntés születik majd a támogatható szervezetekről.